Sziasztok, Szecsi vagyok, és ez itt a GFF. Ma egy kicsit érdekes videóval készültem, de persze mindenek előtt azért bemutatnám Kornést, aki egy másik tag. Viszont szerintem csináljuk meg azt, amit szoktunk. Ez annyira jó, egészségünkre. Jó kis munka után, nem hirdettünk ugye két kézzeleket akarni, vagy valami ilyesmi. Mindegy, úgyis tudják. Az. Na, egy kicsit címszezzünk. Már beléptem a pályára. Úgyhogy hát szerintem az lesz a legegyszerűbb, hogyha csinálunk egy új úgymond, családot. Igen, most élettársak lesz. Igen? Család terrorizálása, ezért létrehozása. Ja, nem az más játék, nem? Nem, az nem az a genetikai vigyá. De, az van valami. Várjál, ezért gondolsz a biosokra? Nem. Ja, nem, ott nem terrorizálnak senkit. Az egész egy kis amőbából indulsz, és akkor nagy izé lesz, és lesz, hogy saját törzsed meg és egy kis izé amőbából indul az egész. A majd következő. Ezt csak én halúzom ide? A következőre van. Oké, okay, mi legyen a családnév? Családnév? Promi. Promi? Promi. Legyen Promi. Vagy ilyet? Nem, hát az már ne legyen családnév. Maradunk a Prominál, mert a Promi név az teljesen jó. Alkoholista? Alkoholista, az teljesen jó, maradunk az alkoholistánál. Alkoholista, azt mondja, hogy adunk hozzá emberkét. A new man. Ez is tetszik. A faszba az meg. Egy másik univerzumban. Itt kibontam. Hogy néz már ki? Jól lebarnultál azért. Azt hiszem. Na várja, maradunk ennél csak egy kicsit. Na ne szorakozz el velem, ilyen embert a Balatonon láttam, hagyjál már békén. Te figyeld, egyéni bőrszínek, várjál. Nincs olyan? Így és akkor rám hasonlít. Testalkatra hibátlan. Várjál, keresztnévnek beírjuk, hogy Szecsi. Azt mondja, hogy maradunk ennél. Nem maradunk ennél. Úristen, egyik jobban néz ki, mint másik. Hát te figyeld, ez egész elfogadhatóan néz ki szerintem. Úgyis messziről látjuk, nem? Akkor meg kit érdekel. Igen. Na várjál, választunk valami hajszín. Afro! Afroban van az erő. Sárgában. Sárga afro. Vagy szőken a... Úristen, ez úgy néz ki basszus, mint hogyha ezért fészket rakott volna valami a fejemre. Menj már! Petimátor? Barna. Nézzük barnában. Na jobban maradunk feketében, mert ez legalább nem úgy néz ki, mint hogyha sárral kentek volna be. Az igen! Ez a legjobb. Erről miért egy karizer jut eszembe? Júj ne! De szemét vagy! Hosszú vicc. Várjál azt mondani. Ez rohadjál meg. Hát jó, két csomag. Na körülbelül. Na jó van, várjál, nézzünk homlokot. Egyéni homlokunk legyen már. Mik vannak még? Elmaradunk enni. Ez igen, az átlag. Szem, meg mit tudom én. Várjál ez a... animés. Figyelj, haladunk. Várjál, ezt itt elhúztuk, egyre szebb. Ez most már egy genetikai húrra. Most már kancsa. Csinálj neki ilyen tokmányolatot. Így a legjobb. Kameleon. Az. Várjál, mennyire van hátul a szem. Így a legjobb, így a kameleon. Hát most fél több elég hátul. Az biztos az egy. De várjál, orr. Így is szigorított, ha meglátja a rendőr. Megsépelhet. Az... Ő magától gabon. Maradunk ennél, mert ez úgy néz ki, mint... Ez mondjuk egy ilyen szá... Ha lőveszi, olyan Mr. Bean-es formában. Nem, Mr. Bean-nek legalább normálisan nézett ki. Ez nem normális? Ez nem igazán. Nem szokás annak mondani. Very all, nem? Toka. Na, a legyen gigantikus tokánk. Gyönyörűen néz ki. Olyan szája van, mint egy űrhajó.
Na várjál, mert itt még orsz szemüveg, azt le kell venni. Lássa a nép is, milyen szép. Nincs hiba, tiszta szecsika. Tökéletes, hibátlan. Várjál, vannak... Már nagyon indiány. Várjál! Legyél macska. Legyek cica? Hogy örülnek? Nem, mert úristen. Figyelj, ilyen jönne velem szemben az utcán nagy valószínűséggel. Hát így szerintem 2-3 nadrágot kéne cserélni rajta, mire hazaérek. Hát... véleményem lenne. Micsoda? Tökéletes. Felvonulásra fel. Várjál, nézzünk borostát. De bár valami úgy se látszik, tehát nem... Csak rontja az imidzsét. Így igaz, így igaz. Hozd nekem, ez stipistok. Jó, rendben, akkor az a tied. Na várjál, és akkor nézzünk valami hobelevancot, mert azért nézzünk már ki normálisan. Várjál, úristen, semmi, na, végre. Hát a tozsé? Ez a felállás, te figyeld, ez egyelőre gyönyörűen néz ki. Várjál, ehhez mondjuk nézzünk valami terepmintás nacit. A gyönyörű. Nézzünk ezes lábast, mert ugye az alvás szergó, azt hiszem, ez az alvó. Nem, jaj, nem, ez az összen. Igwini bada. Ó, te figyeld már. Vannak egész normális cuccok. Ott. Finkát tumba a sógé. Jó, sörhassal. Az biztos, de bazzuk, mint 70 évesnek. Hát be lehet állítani azt. Ezt az én inkább kihagyom. Hát még így is úgy néz ki. Papára állítsa rá. Papára? Szecsi papa. Úristen! Ezt inkább kihagyom. Jó lesz az így. De a célvár kocsban van. Öcsém, hogy nézél ki? Jó van, na nézzük akkor, itt voltunk az ötösnél. Többi nem érdekel. Várjál, azt mondja, én bak vagyok, az ez. Pedáns, én, hát inkább trehány leszek. Aktív, írom erőből, mogorból, hát ez annyira nem. Zárkozottnak rohadtól nem. Maradunk egy kicsit komolynál, és akkor kicsit közvetlenebbek leszünk. Én fejjel bazd meg, nem igazán teszem, de meglátna valaki, ez sikítva elmenekül. És most mi rakott az ikrekre? Miért rakott be az ikrekre? Mi legyen az életcia? Pénz, mi más lenne? Ez jó, akkor te dolgozni. Rohadjál meg. Szív elfogadása, ez itt tökéletes. Na hozzárakunk téged is. Na várjál, a tökéletes, hibátlan maradsz így. Tessék. Szép gárgyi vagy, öcsém, ilyen kimegy az utcára, szerintem még meg is ütik. Várjál, beírjuk, hogy... Látod, ennek egyből találja. Kornis. Az szép, figyeld már rögtön, baszki. Ja, de menj már, egész normálisan nézzük. Na jó, nézzük, akkor te is marad, te néger leszel. Nem. Nem maradsz fehér, te is. Azt mondja, hogy Kornis alkoholista, ezt tudtuk. Ezt írtad a tetszínűen. Na várjál el. A másodikat nézzük. Ez jó lesz. Jó, fejnek marad ez. Akkor beállítunk hajnak neked valami... Ilyen dzsungeleset. Dzsungeleset akarsz? Várjál. Várjál, azt mondja, nézzünk dzsungelest. Ilyen? Ilyen dzsungele? Mondjuk jó. De várjál, nézzünk már még szét, hát van raszta. Raszta fáj. Jó, hát szőkébe. Szőszibe? Ja. Tiszta hobó lesz. Komolyan ezt akarod? Komolyan ezt akarsz. Na maradjon ez, jó, akkor fejre cserélése. Nem kell, jó volt az a fej. Jó van, akkor fejet nem piszkáljuk. A szakál az majd javítja minden. Ja, várjál, akkor igen, akkor kell szakál. Akkor te azt mondtad, hogy neked ez kell. Hozzá. Úristen, milyen télapos. Ezt nem lehet átfesteni? Várja, nem, itt smink, ez szem, a rúzs, hibátlan. Várja, van fekete rúzs. Tudtam, hol van. Ja, ott volt. Micsoda, az nem fekete volt. Ez fekete. Tényleg, de gyönyörűen nézel ki. Nem, maradjunk a normálisnál. Ez az, itt hibátlan. Egyből menzont csinál. Nem, azért annyira ne vaduljunk. Ez mi? Szemöl. Szemöldök forma. Nem forma, hanem az állat. Nem is kezdtem. Borotvára van. Oké, nézzünk borostát. Hát de minek, hogyha ekkor szakál. Ha mondjuk abban van valami. Na azt mondja, hogy akkor nézzük az ötöst. Felszerelésben. Melyik legyen? Még tovább. Skót kockás. Skót kockás. Hát nézzük még, hát van valami összes.
Van, van pirosban is. Mmm, tessék, olyan, nem minek akarsz felsőbbet. Menjünk még valami hobósat keresni. Hobósat? Várjál. Kellene lennie olyannak, tudtom volna. Kantárosnak. Ú, figyeld már, lazacsávos. Ott a kantáros. Ott, meg gyönyörűen nézik. Egy alatt, az a sárga. Várjál, ez. Ad, úgy nézek ki, hogy sem mindegy igazi utolsó paraszt ember. De izé, a haját le kell cserélni, az nem annyira szőke. Hát az nem lesz ennél szőkebb. Hát de nem, az lecseréljük a izét, a formáját, akkor szóval. Vágod, nem mindegyiknél ugyanúgy van. Jogos. Akkor miért akarsz? Maradjon taraj? Nem marad taraj. Tudom, még valami. Kócosan. Ez túl rövid. Túl rövid, várj, akkor lenne, akkor maradjon az. Na. Ez igazi búzi, igazi homár gyerek. Én nem tudom, meg már csak sapkák vannak. Miért ilyen jó kis usankás? Na akkor mi legyen? Ez? Egyik szem a sír, a másik haj. Hát gyönyörű vagy. Csak mint egy új traktor. Na. Rohadtul közvetlen vagy, menj már. Tényleg? Azt jól tudom. Nos, hogy nem. Persze, azt húztam vissza először. Na legyél mogorva. Hát akkor közvetlenből kicsit húzza vissza. És akkor kedves vagy, és akkor lesz játékmacid. Hírnév? Nem az, dehogy nem, az hírnév. Életcél hírnév. Ez a tudás, akkor itt a família. Pina. Románc. Pina. Románcol. Románcoljál? Igen, románcoljál. Románcoljál. De ne velem. Hát csak nem. És akkor várjál, most úgy kell csinálni, hogy... Nem akarod ezt értem. Nem, hát ezért lakótárs vagy, ezért. Lakótárs ugye. És akkor... hát az gyönyörű, hogy cseh. Jó, hát most elég gyorsan meg lett a te nagyon szépek vagyunk, hogy ilyen képen valahova fölkerül egy csinál. Látod, hogy nem én vagyok a zombi, pedig én vagyok. De napi szargyanús, nagyon. Na várjál, húz. Oda nézzél, 20 000-re kezdünk. Betki. Megyünk inni. Na várjál, akkor kezdjünk valami jó kis gyökér. Várjál, az az előző mentés. Eladó, 12 roppér. De kisebb, de basszus, hát ez meg hogy néz már ki? Vegyük meg ezt a Dreamert. A, ah, ez? 16. Hogy legyen az ilyen pici, ez a giga pici, ez 11 roppi. Ah, jó. Oké, okay, akkor beköltözünk ide. Amíg te visszad a cuccokat, én sorozok, jó? 12, maradt 8000, abból megvan egy hangos, nem? Hogy a viharban lenne meg, hát az csak 600. A zene az van, csak heavy metal van beállítva. Nem baj. Elfogadva? Jó, hát... Ez tényleg ennyire pici. Én mondtam, hogy ez nagyon pici. 11 000-ért mit vártál? Postaládát is kisporolták. Ott van. Várj, így várj, nem. Emeletes, figyelek. Emelet, ó, persze nagyon jó, az emelet az fele ekkora. Na várj, akkor rányomunk, hogy start. És akkor nézzük, neked mi bajod van. Büdös vagy. Igen. Nem. Most csak körbenéz. Mindennek megerülöd. Switch it! Oké, okay, és őrülök. Valaki ott van az ajtó. Ott egy ajtó, és most tiszta bánatos. Csávó. Wombat! Tiszta őrül az ének mosdokagylónak, hallod? Smik! Te búzi vagy? Nem. Ilyet nem állítottam be. Várjál, Szonya, hogy megyünk fel a másik területre? Aha, értem. De ez tök üres, előbb rendezzük be. Jogos. Várj, akkor csináljunk valami Daridot. Ide lent mi legyen? Ide lent lesz a hangfal. Ja. Vagy várj, miért nem lesz itt az emeleten egy több a hely? Nem tudom, én a teraszon alszok. Teraszon akarsz aludni? Ja. Akkor várj, akkor teszünk oda ágyat. Hapci. Várj, azt mondja, hogy nappali, nem nappali. Ez a kényelem. Kényelemben itt vannak az ágyak. Kapsz egy ilyet, mit szólsz hozzá? Tökéletes. 300-ért? Á, ne nézzél, akkor már tényleg normálisat.
kapsz ilyet. Ez még kényelmes is. De micsoda, tök kényelmes, menj már. Várjál, itt van, hogy kényelem 5. De az egy cél, elmész dolgozni, basszus. Ezt rohadnál meg. Ó, hogy az Isten áldjon ketté. Na jó van, én nem alszom veled egy szobában, mert büdös a lábad. 1002 volt az ágyad, úgyhogy örülj neki. Osszad be. Hát nem ér ilyen színű. Mert csak. Én itt alszom, mert itt legalább van ablak, érted? Én meg szeretem látni, ha betörnek hozzám. Legalább rajtam mászon át. Nálam azért nincs ablak, nehogy betörjön. Ja igen, értem, bocs. De várjál, hogy nézz ez most itt? Jön a terasz, az ágy. Várjál, csinálunk meg egyet, a tévétől elkezdve mindent. Berendezzük itt a szobádat. Hallod, az elnyom a ház, tiéd a terasz. Az teljesen korrekt. Oké. Okay. Tetőre kéne még ide lépni. Nem lehet a tetőről sátorra. Én azon gondolkozom, nincs a lépcső. De várjál, az szerintem itt lesz. Lépcső. Itt a lépcső, hallod, és akkor föl lehet menni a tetőre. Hát akkor nincs meg, hogy a belülről lássad a szobát. De nem jó, hát akkor... De itt ez nem fog... Úgy. És akkor föl lehet menni a tetőre, ne szorakozz. És akkor itt lesz egy lyuk. Hát ilyen kódokkel tegyél pár követ, hogy át tudjon menni a tetőre. Az milyen jól néz ki, hogy fősz. Juhu! Lehessen hozzám. Ennyi. Átmentem hozzád, nem? Megyünk inni. De várjál, hol van a kő? Csináld úgy, hogy az ajtót kiszeded, és akkor onnan csinálsz még egy lépcsőt lefelé, és akkor fölmegyek a tetőre, és lemegyek az erkélyre, hogy ott van egy. Micsoda? Ja, hogy innen a tetőről akarsz még lejönni? Persze, és az ajtót kiszeded. Várjál, és akkor azt, hogy csinálom, azt mondja, hogy... Hát oda is teszel egy lépcsőt. Várjál. Oké, okay, és akkor most rámegyek a lépcsőre. Nem arra, azt hagyod ott a lépcsőre le. Igen. És akkor veszel egy bomboló valami. De ez a legolcsóbb lépcső, várjál, egyszerűbb, hogyha építünk, nem? Nem, ez csak kis lépcső, ilyen följárók ezek. Ez meg nagy, ez meg még ide... Azt az ágyat el kell onnan bombázni, ezt majd utána beépítjük valahol. Hát akkor azt, itt, és akkor odafér a lépcső. Csináld úgy, hogy az ágyat azt ide teszed. Azt mondja, fallal nem ütközhet egy lépcső. Hát nem, mert kell fordítani, hogy erre fele nézzem. Úgy, és akkor oda mellett van. Az ágy miatt nem tér oda egyébként. Hibátlan! Figyeld, árnyékba vagyok. Ennyi. De nem jó, mert oldalról fekszik be. Így nem fér oda. Most, hogy nem fér oda. Hát, mert minden két oldal. Na bakker. Akkor várj. Ide, és akkor hibát. A lépcsőt egyel bejetted. Úgy. Akkor ezt innen deleteljük. Azt deleteztem, de nem biztos, hogy engedi. Kell engednie. Nem engedi. Ja, nem engedi. Hallod, és most ez kajak ott marad, ne szorakozzál velem. Hogy néz ez ki? Mit csinálsz velem? Csevej. És akkor most ez minek van itt? Nem tudom, küldjél már izé a szobámba. Várjál, akkor megcsináljuk úgy, hogy... Takarodjál ide. Ugráljál ide! Jézusom. Azt hiszem egyszer rákattint az végigkövető. Nem. Akkor tartsd lenyomni. Eltűnt az éterbe. Pihenjé. Oh. Hallod, amikor elkezd esni az eső, én sikítani fogok rajtad a röhögést, én most szólok. De akkor szerintem milyen rehány vagyok, meg lusta, bent alszok van, akkor te ágyat, te meg oldod. De nekem még nincs ágyam. De, van. De nincs. De ott van. Ja, de tényleg van. Lucsi. Na már szomszéd van, menjünk, én románcolok. Hülye vagy, ez postás. Nem baj, ezzel nem tudsz. Nem lehet. Nem. Nem, mert a postás nem fog jönni. Ez csak heti egyszer jön. Ezért nem jött össze a rendőrség. Ez nagy valószínűség, ja. Figyelj, én meg olvasok. Tudok. Hagyj békén. De ennyit takarodj el dolgozni. Kepén, kepén. Illenből olvastál bele, mert ott volt a postás. Ja, bocsánat. Álláskeresés, na várjál, nézzünk na, be. Na és WC-pucolás. Hát valami olyasmit kell várni. Azt mondja, hogy 217 naponta. Hallod? Bőven jó. Annyi pénzén. Micsoda, ennél csak több lesz. Azt mondja, hogy és ez mi? Természettudomány számára. Azt mondja, hogy
Kísérleti alany. Hát azt azért kihagynám. Miért? Azzal jövök benarkózva, hát, mint tőle. Itt vagy, jössz haza, megyem. Húrá! Elvillanyozza a napot. Na bakker, rossz gombra nyomtam. Irány a természet. Húrá! Greenpeace. Az. Na akkor ezt dobjuk ki a francba. Where? Aperé. Az de szép neve van. A Pidgeot. Ez nem magyar. Bevándorló. Tényleg most megjött ugye a levél a Orbán papától. Fuss egy, látod? Nálam már van olyan lehetőség, hogy fusson. Na, az olyan levelet tudod, minek nevezem. Kommunális igazítmény. Olyasmi. Környezet zero. Én azt bírom, hogy milyen pöpec kis árnyéka van a karakterek. Egy nagy. Igen, jó, hát az most értelemben nem tudom miért, szerintem a gyönyörű pillanatban kaptuk el itt az emberkénket. Szerintem az a videókártyának a programja miatt lesz. De várjál, környezetnél be kell állítani muzsikát. Kell muzsika méghozzá. Csak hangfalkat tegyél össze-vissza, meg egy kis szapor állítom. Mennyi nehéz az? Az sok. Hát egy az 400. És mennyi van? Hát csak kutatjátok még tőle. Az a lényeg, hogy egy 500-as maradjon. Vagy kajár. Ja, bocs. Ja, hát várj, teszünk föl neked is ide. Nem, neked nem teszünk föl ide. Ide teszünk föl. Napi 200 ég dolgozom. Rohadjál meg. De csak én dolgozok. Hát, most keresed nekem, de milyen lusta vagyok, nem találsz. Dehogy nem. Na próbáld meg. Oldalra nem. Mely nem? Várjál, akkor ide te... Te a fogy a viharba, ne! Jó, most. Mit, ez WC nem szokta zenét hallgatni? Na ugye, hogy ugye. Na ugye, de, hát ez azért szoktál, na. Meg akkor azt mondod, hogy kell egy pici rádió, nem? Hát valami, amit szóval... Hát akkor ez kell ide minimum, nem? Hát az is. Az ott jó is. Itt hibátlan, és akkor... A Plasma TV 8000-ért. 400-unk van. Szerintem akkor be vagyunk bútorozva, nem? Vegyünk hitet. Az egy hűtőnk sincs, hogy egy. Hoppá. Az 800 egy hűtő. És 400 egy telefon. Várjál, akkor a hangfalból el kell adni valamit. Nem, 50 egy telefon, akkor tudunk pizzát rendelni. Ja. Várjál, nézzük meg először, hogy mennyi a hűtő. Azt mondja, hogy... Az is egy 500-as kötő. Csak? Ja nem ez kell nekem, ez kell. Nem, nem ez kell. Mi kell nekem? Nem, nappali. Akkor várj, akkor így kell megnézni? Ja igen, itt vannak ott. Itt vannak ott. 600 a legolcsóbb hűtő. 3 napig dolgozó, addig pizzát. Dehogy is, szórakozol velem. Tessék, azt ott van egy kis hűtő. Berakjuk a konyhába. Beledübörög a hangfal a hűtőbe. Hallod? Akkor az még plusz ráad, nem? Az a jó! Ez egy nagyon régi, nagyon az jobb, mint a mikró. Tehát, a mikró tehát gyerekek, hogyha mindenképpen azt szeretnétek, hogy ne álljon meg a kaja, akkor tegyetek fölé hangszórót, mert akkor folyamatosan remegni fog a kajátok. Vagy tegyétek gördeszkel, mert akkor nem áll. Például. Na várjál, akkor azt mondja, hogy egy akkor folytassuk éppenséggel. Hát ezt nem érdekel, tehát... Na, kelljél föl. Ébresztő. Riadó van. Ügyel munkát keresni, úgyse talál. Elvittem az újságot, kidobtam véletlenül. Akkor ma jó nap dolgozok. Kimentés. Hivatlan. Na még kukázok is. Ezt meg kell nézni. Ezt tudja meg anyám. Juhuuu! De nézd, hogy szelektálsz a csép. Azt vágod, hogy most dobtad pénzt, mint benne? Ez az. Megvan. Talált a 12-t. Talált a pénzt a kukában. Megvan a munkám. Kukába fogsz turkálni. 8 óra kukázás. Megint. Melyiket kéred? Szökét kéred? Dina, kérj meg, hogy távozzon. Én ezt nem engedem be. Nina. Kuka az SOS munka. Na jó van. Dinezze. Dinek Aliente üdvözlés, hogy csak az övé, senki másé. Téged ismerlek. Ja, mit kérsz? Beszélget? Szórakoztatjuk. Szórakoztatjuk, ott van viccmesélés.
Csevej. De hogy néz ki? Miért pont ezt kéred? Úristen! És most mit csinálják vele? Csöngetés. Kutyát, macskát, társaság megy föl a higiéniá, de egyre büdösebb vagy. Mit szeretnék? Az már nagyon... nem. A cink. Ó, várj, akkor elutasított egyöpetje. De várj, én meg zenét hallgatok közben. Itt meg szól a zene. Szól a rádió. Mi szól éppenséggel? Átkapcsolás? Metára? Nézzünk téged. Te közben itt éppen nőzöl. Éhes vagy? Tényleg? De utána az én, utána sajtot. Mit csinálsz? Hát nem tudom, mutatja fel. Utána otthon. Verés, mit tervezek? Együtt táncol. Na hát szívátlan, hát hallod már. Első nap. Nem jó, veled táncolok. Buta. Micsoda, te sütsz? Nem most sütött, de az előbb veled táncolok. Ez elég gáz. És nincs hol megenni. Hogy eszel? Úristen, a disznó különből eszik. Nézd meg, hát a felekjűhegy. Hogy eszel, te égen? Ez gyönyörű. Meg ne próbáld, meg ne próbáld. Féld, várjál. Mi legyen, gyorsan megkülönben. Elviszem előled. Beszélgetsz meg? Cseve? Én meg akkor visszamennyi. Semmi probléma, a metára már be van állítva hallani a metázenét. Hallgatok, nem fogod hallani, mert túl hall. De jó ez. Jó, metázene. Verény, mire vágyok? Pénzre. Némi pénzt keresni, 500 pont nálam. Szeretném megvásárolni szobor, és de nekem miért? Mit teszek a... De nálam miért csak ilyen kevés? Levonásna meg annyi van. Behajtó 2000, érted? Nagyon jó. A legfontosabb dolgoktól félek. Várj, azt mondja, elutasított egyepetje, flörtölés elutasítása, meg betörőtől félsz. Te! Szerintem rosszul állítottuk be a karaktert. Te ezért vágysz. Francia ágyra, egyepetjére, állást szerezni munkakerülő karrierben. A szívátlan. Ez mi az, munkakerülő karrier? Te menj már, az tökül. És hogy kell elérni? Meg a flörtölés. Te figyelj, leállítom magam erről a csajról, jó? Te akkor beszélgessél vele tovább. Ó, van, hát több minden. Mi legyen? Szórakoztatjuk viccesen. Menj már! Te mi van veled? Atta a jó Isten. Olyan gyönyörűen nézek ki ezzel a fejjel, hogy elmondom én, mert azt akarodjál valamit, csinálj magaddal. Mit kéne? Környezet zéró. Te meséld már el, hogy miért a kocsó mellett beszélgettek. A budi mellett. Hogyan ezért főzők? Veri, megcsinálod te a kajádat, hogy mi? Hogy? És mit szórok rá? Te figyeld, kézzel teszi rá a mustárt. Nem, ott kenni, az előbb láttam bele. Hát de baj, így. Kézzel nyújt bele, az gyönyörű. Főzési technika 2.0. Várjál, tegyünk már egy asztalt, ha hogy néz ez így ki. Házikó, egy asztal. Igen, vágom, azért kell a legolcsóbb asztalt. Nézd már meg, mennyi kifér belőle. Várjál, ezeken nem fog enni. Az a izé kell a második ikon. Ez? Asztal kell és mellé épp. Basszus, még 95 dollár egy ilyen asztal? És ez mekkora? Ez már épp is van. Úristen. Tedd oda a sarokba és tegyél el ízé. De kettő széke akkor, nem? Elég egyszerre egyszer. Nekem mindegy, akkor legyen szék. Hát itt már nincsen túl sok minden, ami jelöl. Figyelj, láttad? Bement magától a szék. Egyéb, ba Isten átka, te nagyon hülye.
Isten, tényleg ennyire hülye a karakter? Igen. Megnéztük kényelmese. Á, Istenem. Na, végre van egy kevés esze. Úgy néz ki, mint valami. Te figyeld azért így, hogy van bekötve itt a hangszóró? Nézd már meg. Te értesz hozzá. Ez jó. Kissé. Te figyeld, mióta van engedélyezve a semmibe menő vezeték? Nem azon vagyok én meglepődve, hanem ha jól látom, a hát, mert öcsém, te nem akarsz bográcsozni? Ja, hogy ezen lehet vállalni gyerekkizést. Így. Persze, persze, hát nem kell ezért van lángszóróval pörkölni, fölrakod azért a... Hibátlan. Most figyeld, maximum egy kicsit odaég, hát most akkor mit csinálsz vele? Kint esik az eső, ráfektek, nem belegít. Több lesz a húsa, hát most mit csinálsz? Te itt élvezed továbbra is a metát. Zuhanyozni akarsz, bosszancsuk. Hívd át! Hát gratulálok, beüti! Te paladana! Áthívtad. Hiá! És még örülsz is magadnak, gratulálok hozzá! Fesztiválra emlékeztet. Fürdés van! Csipendér ruha feeling, és akkor szaladunk. Látod engem már, Uka? Verj? De itt vannak ilyenek, hogy Dina Caliente, alig ismered ezt a színet, igen, jó, jó. De nem, ez te vagy, várjál. Te figyelj, én ülsz egybe. Veled meg, hát tényleg. Azt, hogy alig ismered, lakótársak vagyunk. Szecsi alkoholista, tudom. Ismered ezt a színet egy ideje, de még mindig nem tudjuk egymásról rá. Talán többet kellene vele beszélgetnem telefonon. Telefonon? Főhívsz egy iszobából, vagy mi? Azért el tudom képzelni, hogy fölveszed. Szevasz, merre vagy? Hol lennék? Tényleg? Ez tiszta jó. Szevasz. És akkor beszélgettünk telefonon. Most már ilyen. Velem mellek, kávzel már! Szóval lehet. Hát akkor törőd fel. Nem, megcsináltad, csak dűnyögtél. Én meg oda nézzél, hogy élvezem a zenét, öcsém, azt a csípő mozgást. Mit akar? Már én sem. Epudé? Epudé? Ez meg az otrohad meg kategória, vagy mi? Ennyi. Látod, hogy ez a pop szakma. Na várj, és én mit csinálok csak? Viccalgatás, hagyja a békén a viccét, de... Elhersegethetem? Na. Az igen, hogy sem, mint egy ősi ízé. Ilyen indi. Mint egy ősi indián szertartás. Abugyúgyú, ágyá! Ó, várj, nem tetszik nekem ez a felállás. Nagyon, nagyon furcsán közel állok mögötted. Ne! Bazd meg! Azt azért ennyire nem vadulunk, tehát én... Én nem tudom. Szorakoz, ölelés együtt, tehát bosszancsuk egymást. La fruta dis! Igen, vett tudomásul, most vitatkozunk, úgyhogy most fukjú van. Mit szólsz hozzá, elmegyünk aludni? Nem, előbb le kéne fürdenem. Meg egyébként én azt nem értem, hogy azért 10 férfi volt 8, általában a fürdés közepette elvégzi az ürítési problémáit is. Hát nem mindegyik, mert amikor nagy dolgod van, azért kádba szarni nem jó dolog. De... De ettől függetlenül, tehát azért 10 emberben 8 általában belebrúgnál a kádba. Most én azt nem értem, hogy akkor itt miért nem meri. Van, aki igen, van, aki nem. Tény. Na, és akkor most ürítés, aztán te pucod meg. Na, fozzéle. Te most komolyan sminkről beszélgetsz vele? Na, le be. Komolyan. Ja, igen, tényleg lehet. Nem kellemes élmény volt vele beszélni.
Emehetnék ki a retyóról, mert szeretnék gittelni. Rapolja pucol, pucem. Pucem plafone. Az más. Azt a rohadt élet. Nem sajnáltad. Várjál, várjál téged, még visszaküldelek főzni. Folytassa a főzést. Nem. Visszamennyi. Még azért megszakolod a hónad alját. Hát jó az még. Mennyi higiénia maximum van majdnem. De várjál, hogy vagy? Nem úgy van, hogy azokban pont a hét. Nem, de ezekből lehet kapni, és akkor azt hiszem ez a... van ezer. Igen, a szibátlan. Nekem meg zero. Igen, mert nekem olyan elképzelhetetlen álmaim vannak, hogy nekem minden munkához kötődik. Nekem és kell egy francia ágy. Az mennyi pont? Francia ágy, várja, azt mondja, hogy 500, azzal mész a legkevesebbre. De az már akkor 1500 és 3000 kell a pénzfájig. De basszus, nézed, hogy mennyi pénzünk van? 80 dolcsink van. Azért menj el dolgozni volna. Köszi. Kiesztük a hűtőt. Nekem is ez a bajom. Várja, azt mondja, hogy ellenőrzi azért, azt te csinálod majd. Üljél le, öcsém, üljél le! Szerintem is. Én mit csinálok? Miért akarlak ma megint terrorizálni? Hagyjál békén! Csodálni! De szép a szemüvegágy! Hencegek neked, hm? Hallod? Tegnap már egyedül mentem ki. Várjál, azt mondja, hogy ami nekem kell, az egy frissítő olvás, mert zero energy. Fehér nem üdően alszik, akkor nem érdekel. Mit csinálsz? Viccet mesélek? Nem mesélek. Te figyelj, te magadba beszélsz? Ahogy jónak látod, te figyelj, engem nem zavart. Ahogy jó? Ott hagytam a lábam nyomát? Veled, de most mi baja van, hogy letipliztem? Fehér neműben alszik, fehér neműben alszik. Várjál, meg kell egy vekker. Be kell állítani, hogy főkeljek. Rohadná ketté. De várjál, mert akkor kell most nekem egy kis asztal. Egy ilyen kis cuckos. Mi a földre nem lehet tenni az órát? Nem hiszem, hogy oda engedi. De várj, hol találok ilyen vekkert? Nem? Itt lesz. Nem. De szerintem itt a vekker, ha mondom én. Azt mondja, ebédlőasztalra, íróasztalra, éjjeli szekrényre. De most lerakom a kaját azért a konyhába. Nem lesz pénzem. Nem az, hogy nem lesz pénzem, nem fogja hallani szerintem. Ott rohadd meg, majd figyelem. Mikorra jön egyáltalán? Pardon. Nem 10-re. 10-re jövök? Ez hibátlan. Akkor rájössz, még csak 2 év van. És már mindjárt föltöltődök, ne szíves, elszorakozz velem is te. Úgy, nehogy elinduljál, főnek eljél, mert pofán verlek. Te is mindjárt főkesz, mi? Fő hát. Aztán elmész gittelni. Ja. Aztán környezetbe kell tölteni. Aha, ez jó. Kísérleti patkány leszek hirtelen nyilván. Csak egy mókusszart etessenek. Már megy is kábelt fektetni. Szerintem kéne még egy retyó. Most kell, hogy olvasok. Hagyjál már békén. És ez most itt miért nem növekszik? Kenyérkereső. Ja nem, ezzel keverem, hülye vagyok. TB. De figyelj, most komolyan egy év a két emeletes házba, nem is egy emeletes házba, 3 lépcső van. Semmi. Szerintem ennek nem volt túl sok értelme. Van-e. Jogos. Már érted, meg se lepődök rajta. Korra reggel főkezd, hogy már be van nyomva azért. Metal. De jó, most semmi más nem szól egyébként, csak metal. Hát úgyis ilyen lesz a pankracó, nem? Hát akkor meg. Úristen! Én nem az még a te tegnapi kajád. Azt a rát élet. Az Isten áldjon meg. De hogy eszek? Az biztos. Ilyen
ekkora a házunk, érted? Tehát ez itt így körülöttelek. Nem, itt. Az nem, itt. Nem lehet végig kicsit, akkor mutatja a körben, hát aztán. Azért annyira nem kell. Ugye a ház mellett nézel úgy, inkább. Mutatja a rendes körben. Aha, itt. Ez itt végig. Nem olyan nagy, de azért lehet meg egy kettő. Építsünk hozzá pluszba? Hát bár vagyok a hozzá pénzt? A pénzt kell keresnem, jogos. Egy... Te meg továbbra is alsógatjába táncolsz. Tehát... De figyeled, már pakolok, meg mosogatok, látod? Érted? Mert én ilyet is tudok. Nem, együtt táncolnál velem, úgyhogy ezt neked kihagyom. Nem, te neked az a bajod, hogy éhes vagy, meg büdös vagy. Takarodj-e fürdeni. Ne táncoljál velem. Heavy betyára meg főleg, mert én meg elmegyek gittelni. Az jó. Kíváncsi vagyok, hogy engedi-e. Kosász! Eleganda! Dehogy is maradt szépen a metál. Az köszönöm. Azt mondja, hogy nekem az van még a probléma, hogy zero a környezet. Magában táncol. Még mindig jobb, mint a magába beszélne. Mindjárt, mint mondjuk. Azt mondod? Nézzünk rá. Aha, egy órán belül itt a verda. Az igen! Munkába megy. Főleg visszajövök ilyen fogyatékkal élőképpen. Nem mondod. Süti. Na, kell a csöcsös postás néni? Figyelj, nézzük meg milyen a feje. Meglátjuk. Misty! Nem áll most komolyan? Ah, patta plena! Úr! Várjál, ott van valami melegítő. Ez nem. Ez még ő is mutatja, hogy nem. Erre mi van? Rájött egy Parkinson kor? Nem. Előfordulhat. Ürítési problémáim szerintem lesz. Keres nekem is munkát, hát ha beadja azt a izét, munkanélküli munkát. Munkanélküli munkát? Ja. Várja? Igen? Előbb-utóbb kérem. Minden újságot meg kell nézni, vagy csak egyet kell nézni folyamatosan? Egyet valameddig, és utána a következőt, azt hiszem egyben van három. Igen. Azért kérdezem, mert azt akkor viszont fixen keresgéli folyamatosan. És csak azt a hármat találja. Ja. És akkor egy idő után meg ezért? Földobja, hogy akkor? Hát nem, hanem úgy van, azt hiszem, hogy minden újságban három munka van, azt megnézed, ha egyik se, akkor megvárod a következő újságot. Akkor azt hiszem, megvárod a következőt. Előbb-utóbb kérem. Jó, hogy egyszer csak ki fog jönni, értem. Aha. 196 dollár. Hát még annyit se keresem, mint én. Bűnöző számára. Menj már! Zsettóval leszel! Mit szólsz hozzá? Nem, csöves akarok lenni. Keresés befejezése, vagy keresés folytatása. Kell ehhez egy sör. Na, szóval 154-et. Lehet ezért csapatkabala viccesz, és akkor ilyen nyuszi elmezben táncolhatsz. Asszisztens. 280 ér, menj már! Asszisztens legyek, hát tök lusta vagyok. Ebben mondjuk van valami, hamarabb hagyod meghalni az embert, mint hogy oda ne nyúljál. Vaj, hónap lesz, hogy... Aztán takarítsd el ezt a szemetet. Egyen. Hülye vagy, ez egy szénkocka, ezt megnehet, mert beteg leszel utána, meg azért hisztizel. Azt hiszem, meg beledöbb lesz. Igen. Székes lölcsön, csukott ablakon. Ebben van valami. Várjál, de nem jó, így elmentem dolgozni, mert így érted, így most valami nem. Ugye engem a izére valami piac, hogy nem szóval a környezetben. Nem lehet így elmondani. Nincs, ez originál verzió. De bár mondjuk egy telefont kéne venni, hogy valami történjen. Arra nézzünk már rá. Várjál, azt mondja, hogy van ilyen fali telefon 75-ért. Pont belefér. Éppen hogy csak, ha marad 5 dolcsink. Amíg hazajössz, akkor lehet. Nem zuhanyozni akarok. Gratulálok megint az én, mit csinálsz te? Micsoda? Tényleg. Nézd meg, hogy hisz 10-en iasztal. Semmi. Várjál, még nem biztos. Flab! Jó, nyertél.
Van itt egy for. Az. Figyelj, hogy csak hogy takar itt a szélt, hogy bulit tart. Bulit tart. Tartsunk bulit, házi bulit. Hogyan? Egy ember. Az nem sok. Meghívott maximum 8 vendég. Miért? Megkicsi a lakást, nem tud többet befogadni. Ne szorakozzon, mindjárt építek hozzá. Bibli, a vlogát? Mindenkit meghívtál, akit akartál, ha kikészítetted a frissítőket. És a zenekar még utoljára hangol egyet kezdődhet a buli. Szóval néhány meghívott nem érkezett meg, ha bulit rendezett, mindig benne van a pakliban, hogy lesz, aki nem jön ellenek, az esélye persze megtöbbszöröződik, ha nem kezdődik a házigazdát. Jó, faszán. Akkor van nincsen buli. Várj, nézzünk meg falat, hogy akkor megpróbálunk egy kicsit. Ember, nincs pénzünk kétben. Mit se? Öt, de ugyan már mennyi egy ez? 70? Nincs az a izé, az a pénz kódot. Hozzáítik egy falat. Á, nem akarok csitálni, azt majd a vicserbe kéne. Ez, tudod, ilyen gigantikus erejű, mert mit tudom én, mind full a extra. Nulla gravitáció. Az a jó. Érted, így menni is? Mint Jerry feelinggel. Melyik? Ja, persze. Hát egyszer mondjuk muszáj lenne, de várj, most mi csinálják veled 5 dollárból? Fidesz be, hogy érjen véget a munkát. Már vége is. Próbatétel, buli van. Buli pontok, uncsi. 5 órán keresztül tartott egy buli? Nem, még hátra van 5 perc. Nem. Oda volt írva, hogy még 4 óra van vissza. Csak itt a percet özébe, mi a tököm, másodpercben nézik, tehát ami való életben. Vágj, látod, mert ott van 13.37, 38, azért nem 24 percből áll egy nap. Általában. Látod, katasztrófa, 4 óra 36 perc. Azért, mert nem jött el senki. De várj, nézzük, meddig megyünk. Tessék, fölgyújtottad a konyhát. Figyelj, első fontos, tűz. Tökretetted itt a konyhát. Ilyen vagy megtalálod. Gratulálok, voltod a kozmányi közöttet. Most itt nekem kell érted. Figyelj, most itt meghalsz neki, most nekem kell pókerezni a halállal, mert akkor most ilyen buktatok. Ne legyél már lúzer. Ezért csinál a házi buli a kezem. Ez biztos. Tudod, semmibe van. Itt egy kicsit megkormolódott. Bleda? Takarítani akar. Nem, oké, menj. Vegyek ki a mérjel egy facsolát. Hát mondjuk az előfordulhat. Bűz lesz. Próbatétel. Buli van, buli pontok, katasztrófa. Látod, mit csinálsz? Nem tudsz a kádban fürdeni? Ez engem nem érdekel. Na tényes való, de nem tudod behajtani? Tidi! Akkor takarítsál is. Öcsém. Nálad is kiparítsd, nálad automatikusan fürdeni. Ez az. Te meg duzzogsz érte, hogy takarítanod kell. Környezet nulla. Miket? Egy hepetje meg még tudom én, köszi, ha az előbb meg kéne ismerned egy csajt. Aki egyébként... Az nagyon sokat az egy hepetjét, ezt meg is tartjuk. Na mondjuk megcsináljuk neked. Hívás. Szím. Menjél már. Féld előbb tárcsázik, mint hogy elgondolná, hogy kit hív föl. Áthívjuk. Á, rám ne számíts. Nagyon ne. Befogtad. De figyeld a tánc. A 12. Ez az. Ezért nem értem. Figyeld, öcsém, aztán itt a buliért is le fognak pontot vonni, tehát hülyet kapok. Az egészségtelen az. Na várjál, legyen már vége a bulinak. Redna! Na addig te úgyis elfoglalod magad, katasztrófa.
másfél óra. Megjöttem. Figyeld, amint kiszállok a kocsiból, spinfölsz a pisálja magát. Nem. Hú, te figyeld! Remargi! Bűzlök mind a vészetben, nagyon jó. Rányomulsz a csajra? Simán, neked csak kollégáról. Ah, uff! Miért atyú? Miért atyú? Csodál. Nézzel ki az ablakon, mi vagy te bolond? Az az ablak, hogy... Hát ez nagyon nem jött be. Az nem jön. Dögunalom, az a jó buli pontoknál. Na várj, beszélgessél vele büdögivel, aztán szórakoztatod. Aztán még egyszer szórakoztatod, aztán utána... Nem, csereg. Vered, igen. Mm-hmm. Uff, figyelj, történt valami. Én nem tudom. Vered azt, hogy a főzés járt a sorban pontot szerezni, megtakarításban pontot szerezni. Vagy be. Na várjál, neked meg ez egy pörgessük ki az időt, csak nézzük meg nálam, mire van szükség. Senki nem élvezte igazán ezt a bulit, legközelebb figyeld a jövőből. Buli összpontszámat dögunalom. Hát igazán nem volt ott senki, nem pontozott senki. Nem baj, zero probléma. Pörgessük fel az időt, hogy történni fog-e nálad valami. Gyere vissza! Na menj el! Másinka! Gaz! Menj ide. Hát tessék, erre bőgsz egy nő után. Tudod, fiam, bolond a kis ír egy lány után. Ez a farsangi, tudod. Igen, igen. Szóval sír voltál. Igen, ma nem lehet, idén nem lehetsz. Tetszik ez a zene, várjál, adunk rá egy kis hangerőt. Ez ennek csak pár pillanat erejéig. Zenem csutkára. Adunk rá a zenét, kapcsold be. Nincsen más dolog. Szórakozunk itt egymással. Ez rádió, nem? Ez hip-hop, metal. Metal. Ezeket kikapcsoljuk, ez nem kell. Metal marad, pop kimegy, drum and bass kimegy. Ma ilyen, mutasd meg az utat. Magyar számok vannak benne? Dehogy magyar. Várj, visszaveszik a zenét, mert az ne legyen hangos, mert az engem főhergja. De várj, még mindig ez a szám szól, kapcsolj már el. Hallod, és ugyanarra kapcsolsz vissza, hogy meg vagy budjan, vagy mi van veled? Átkapcsolás. Hova lett a metál? Jaj, de várj, az lettem ezen, hogy csak éppen szarul kezdődik az eleve. Ez nagyon lehet. Te mi van, elfáradtál? Energy Zero, éjség, kényelem. Hát úgy leesett. Na várj, és akkor te most hol vagy? Merre vagy megtaláltok? Te most befeküdtél az én ágyamba? Állomvágjalak? Te mindjárt mész dolgozni. Mert hogy mindjárt megyek dolgozni. Most jöttem meg. Milyen hangod van már? Bűz lesz, mint a WC kefe. Bulizni akarsz. Most volt buli. Kell egy társaság, nem? Nem. Ez akkor most mi bajod volt?
több gáz, mert egyebek lémi akar, de hogyha nem sikerül, akkor nem. Elutasítok a csapatot, te figyeld, mire odáig eljutsz, addigra vagy, de már simán menni fog, nincs elég elutasítja. De várjál! Nem alszol, hanem letakarodsz a picsába ezért kaját csinálni. Mi legyik vacsora, hívatlan. Jó, de én csinálom a kaját, csak szerintem én is magamra fogom gyűjteni a házat. Tudod, mit kell vennünk? Easy, aztán. Ez mi? Cyber kütyű ébresztő óra. Akkor várjál, akkor csinálunk egy kis asztalt magamnak. Mert az fönti szobába kell. Mert itt én alszom. Remélem világos volt, hogy ez az én ágyam. Fuck logik, nem mindegy. És akkor most megcsinálunk egy olyat, hogy... Nem maradt én kaján. Az engem nem zavar. Mi csinál? Mi ez? Utána visszam egy külön. Miért egy vekerni, meg mindig... Ez mi? Hát, hogy te kapok, azt de így mész föl, ez mi? Hát addig nem volt ott. Na most kezdik fel. Beállítás munkodja. Oda mész, mi? Nem, én oda megyük. Olyasmi, egészségünkre. Á, Istenem. Te kaját főzni, mert éhes vagy, és neked ezért kettőt tud főzni, mert még egyszer magunkra gyűjtjük a házat, meg úgy lesz. De most miért jó neked az, hogyha... Ajaj, takarodjál vissza. Nem, ha megint fő fog gyulladni. De nem akarom, hogy jöjjön, hát azért fizetni kell, basszus. Hát mert inkább a tűzoltó jöjjön ki, bassz, mint az azért ránk gyűjtsön itt a házat. Fölgyújtsuk? Gyújtsuk fel a házat? Jó, akkor vacsorázzon. Mindenik vacsorát, és ott megyen a francban. Hajna, igen. Jó, már kicsit, hát vagy kompirománia az itt. Az ott egy derék dolog volt. Nem vagyok fekete. De figyelj! Nem most vagy. Akkor várj, akkor megcsináljuk úgy, hogy ég a ház egész ház, te meg alszol tök nyugodtad. Jó. Feljön, amiben alszik. De várj, akkor te fogsz nem. Ott figyeld, öcsém, máig te tűzik. De nem tudom most tudni. Nem. Bahú! Ezt kinyomjuk. Apa, rendszer! Nem azt akarom törölni, ezt akarom én itt. Oké, és akkor most... Te neked nem mentek otthonra. Kiszó! Domina Mirjákoa! És nem kellett fizetni. Trink Volga! Első eset. Menj el gitárra, akkor legalább attól fölkelsz. Erőködsz, mint az ökör. Igen, és én is elmegyek aludni. Akkor jön a halál, és azzal lehet kőpapírolózni. Ez jó. Azt még, arra még kíváncsi vagyok. De most azért nem gittelsz, mert én bent fürdök? Hát mik ezeket tudom? Várjál, nem akkor. Akkor menjél ide, akkor te kezdjél a kaját csinálni. De akkor mire végz a fürdéssel már én. De hogy megy oda oltani, mert nem tud, fél a tűztől. Csinálunk kaját, utána te úgyis el akarsz menni aludni. És az halányog a bal arca fogsz elmenni aludni. Te most nehogy legyél! Nehogy azt a szénkockát megedd! Ez hülye az meg. Az három szén. Jó, akkor várjál, akkor szólunk nekem. Ne, de jó van, akkor metára égetjük el a házat. Sajtos tészta.
Szerintem, hogy fölgyújtjuk, ezzel gyújtjuk fel a házat, komoly. Figyelj, hogy sem belülősebb filmet, te haladott maradt a kondercsük. Jó van, te mindjárt indítsz aludni. Nagyon fingadtam magam, ez egy új szöveg. Jó van, te elmész aludni. Folytasd a főzést. Oda néz. És te mit csinálsz most? Folytatod a főzést. Oké, de te úgyis könnyebben gyújtottál a házat szerintem. Na várjál, mit csinálsz? Szilvány kultátor a szeretem. És én mit csinálok? Kukázok? Takarítsa le a hokkát is. 10 perce kívánt a kukához. Nincs elérhető akció. Se vág! Velje? Tudom, fehér nem ezen alszik. De ezt nem tud rágyújtani a házat. Akkor várjál, akkor bocsonázzon. Mire mitett, mert azzal... Ez olyan jól néz ki az a levegő kocka, hogy az elmondani nem lehet. Bűz lesz mind a WC-ke felt, sem alsó betyában. Nem, mert az a hűtő bent van. Jó van, mennyi aludni, ennyi alukáját csak. Heavy metal-ra alszunk. Figyeld már, füstöl! Na, figyeld, várjál, valami reakció lesz. Menjél csak aludj, de nyugodtan nem kell félni. Ez mit csinál? Álmodozik. Ja, ő nem zavartatja magát. De figyeld, nem akarod majd, hogy tűzte vala fölött. Menj már ide. Na, jó van, szószál kisfiam. Fehér nem üzen alszik. Menjél már WC-re! De mindjárt magad alá brunyász. Ennyi volt pont. Akkor te halsz. Égő tűzhely mellett elaludni, nem csak figyeld. Igazán ebből emlékszünk olyanra, akit hogy gyűjtöttem el a házadban. Igen. Az a bizonyos. Gyere így, ne! Oké, megnyugszik, oda megy. De figyeld, elégett a ezé. Elporlatt. Nem is gyulladt semmi. Oké, használd. Csak nyugodtan, semmi gond. Ég a ház, de azért gitelje. De szerintem fog az még terjedni. Igen, most már átterjedt. Mit szólsz hozzá, oda küldélek? Oké, csak a ház felejét. Jó, semmi probléma. Nem félsz a tűztől, a pizsomában alszol. Én is ezen vagyok. Most dolgozni kéne, meg aludni, meg mit tudom. Oké, ég a házat, mit csinálják? Tessék, elaludtál, gratulálok hozzá. Ilyen hülye vagyok, nem tudok bennem dolgálni. Várjál, ennek mi baj van ilyenkor? Te, én miért nem alszom? Kapd be. We go! Mennyi égett eddig le a házból? Na jó, van nem szó. Ez miért? Ó, főleg, oda nézzi, mi? Valami, mint a tapos voltnak. Ez egész jól néz ki. Oda nézzi, oda nézzi, azt, ahogy átment, hogy csinálj. De ott meg fog állni. Nincsen ott több útot. Micsoda lépcső, ezt nem még tovább, ez fa.
Figyeld, talán. Na. Oké, átterjedt a székre. Szék hibátlan. Az már nem fog fő menni. Le kell mondani az embereket. Figyeld, most leszaladsz félni a tűztől. De előtte szépen átlépegeted a tűzt. Mit szólsz hozzá, építek medencét, beleugrasztok és megfolyt alatt. Hát kiszedem a kivetőt. Igen, aztán megdöglik, lefáradsz és megfulladsz. De nincs arra elég pénz. Eladjuk a lépcsősort. Eladogatunk pár dolgot, aztán jó órán belül itt az autó. Akkor én jól, ha halálnyugodtan elmegyek dolgozni. Várjál is, én még nem félek. Nem tudom lepauzézni. Pozitív fordulás. Elégett a szék, elégett a hűtő, elégett az egész tényhezhet. Aztán az előbb tényleg csak ennyi volt a szék. Ah, jó van, megnyugodott mindenki. Begyulladtam, figyeld. Igen. Te figyelj, te mit csinálsz a sarokban, mesélj már el nekem, édes fiam. Csináljunk, mint mondtam. Oké, szépen át. Hibátlan. Dehogy is, nézd már meg, most már nem tudja. De figyeld, kényelmes vagyok. Tűz! De figyelj, mi idő van a bőröm az belőle? Várjál, figyelj, most már átlátott. Ott a halál. Nincs elérhető akció, miért nincs? Előbb zenét hallgattál, rohadjál meg! Szóltam el azért szeptátását. Igen, veszem. Kőpapírról lozunk? Nem meg, mennyi újra van. Szerve! Te figyelj, főhív valakit telefonon! Igen, biztos. Azt az úr nem. Jassz, hogy nem. Persze fűzési. Hát igazániból szerintem ennyi éppen elég volt egy videóban. Azt a rablóvári! Ez igen, tehát itt. És utána veszekszel a halállal, hogy ezt mégis hogy képzeli. De az a jó, hogyha nyersz, akkor visszahozott volna. Igen. Akkor visszahozott volna. Nem. De egyébként belefulladsz a vízbe, olyankor nem ezért, nem viszi el a lelkedet, hanem csak kint lesz egy hitfit. Legalábbis az egyben úgy nem vagy fel. És akkor még külön féltél attól, hogy azért, hogy mi a rosszabb szellemeket látsz. Az egyben... Nem úgy van, hogy a sülyatokat csinálják át, hogy megkérdezik, hogy te hülye paraszt, anyádért álltál a tűz közepén. Pizza! Te magam a nepet mellem! Oké, szusszá, oké. Semmi. Hiá!
Vele meleg kábra vár. Figyeld, 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 figyeld. Itt hogy keredet a munkanélkül? Hagyjál meg, kiveszi nekem a bébék, hát meg a sört. Miben, hogy az a hisztizik, hogy kiveszi neki a sört? Ezért soha 97 dacsú, az 801 hűtő. Ez egy jó buli volt. Leég az egész ház, ez egy jó buli volt. Aztán halál nyugodtan fővész aludni. Nekem tetszett. A pályhú! Off le, pá! Ennyi volt. Na, figyeld, akkor igazából ő is elköszönt, szerintem mi is köszönhetünk. Úgyhogy itt így nyomunk neki jött, hogy stoj. Mondom, a mentob itt te. Ácsi. Hibátlan. Na, mondjuk ez szerintem itt ez a beállítás így éppen elég volt. Úgyhogy... hát igazából ennyi lett volna már a Sims 2. Szerintem ennyi éppen elég volt. Hosszú távon is. Miért? Mi? Visszatérünk vele? Hát Sims-el? Hát... igazából megdöglöttem, úgyhogy nem hiszem. A Sims bemutatása... bár belegondolva szerintem ennyi éppen elég volt. Bőven. Ennyi elég, ennyi. A lényeget bemutattuk, hogy kell fölgyújtani magad. Így igaz, hogyan kell megholni, hogyan kell veszekedni a kaszással. Kukázni hogyan kell. Kezem emelem. Úgyhogy... akkor a Sims ennyi volt. Hogy mi lesz a következő, a kizárt dologban nem tudom. De valami kooperatívot kéne megnyomni, behozhatnád a laptopodat, aztán egy... mit tudom. Megkeresem majd azt a génkezelt izét. Jó, azt mindenképpen. Abban van kooperatív? Azt hiszem lehet, nem biztos. Az egy pozitív gondolat lenne, hogyha lenne benne kooperatív mód. Erről viszont nekem eszembe jutott egy tök jó flash játék, azt viszont meg fogom keresni. Meg van zombis flash játék is. Az tök jó lesz. Tetszik, Infectonator. Laptopon rajta van. Tök jó. Na mindegy, úgyhogy igazániból szerintem mára itt hirtelen ennyi elég volt. Kell egy cigi. Aha, ja, az kelleni fog. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogyha végignéztetek, de hülyen áll most így a fülem. Na várj, addig legyen így, és akkor legalább úgy nézek ki, mintha. Igen, úgy jó lesz? Igen, hibátlan. Úgyhogy, na akkor visszatérve, köszönjük szépen, hogy megnéztetek minket. Akinek tetszett a videó, lájkoljon mindenképpen. Akinek én tetszettem, kétszer lájkol. Pont. Nem, akinek te tetszettél, az iratkozzon fel. Ja, oké. Na, ugye. Tehát, ha erre a videóra nem iratkoztok fel, akkor... sírni fogok. Megrikatnátok szegény kornist. Gonosz emberek vagytok, vegyétek tudomásul. Munkatársaknak is. Tessék feljelentkezni és feliratkozni. Úgyhogy... köszönjük szépen, hogy megnéztetek. Hát, ennyi, pont. Rock and roll. Sziasztok!